Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Önök a Domo Televízió híradóját látják szeptember 24-én. Az önkormányzati ciklus legnagyobb híre, ipari park címet kapott városunk. Kezdetét vette a szociális tűzifaosztás, 25 családon segített az önkormányzat. Vlogger találkozó a Tinódi házban, Füleki Panka és Viszkok Fruzsi jár Dombóváron. Ipari park címet kapott városunk. Ebben az önkormányzati ciklusban ez a legnagyobb hír, emelte ki Szabó Loránd a március 15-e téren tartott rendezvényen. Tüskei Ipari Park néven fogjuk a jövőben emlegetni azt a 76 hektáros területet, ahol most is közel 500-an dolgoznak. Az ipari parkok fejlesztése a 90-es években indult el, mondta el Fischer Sándor a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében, hiszen voltak olyan térségek, amiket fejleszteni kellett. Az ipari parkok az Európai Unió gyakorlatában, hazánkban is olyan ipari területek, aminek célja az adott ország, azon belül egy térség iparának mozgatói, kurugói legyenek, jelentős mértékű munkahelyteremtése járjonak hozzá az adott város térség fejlődéséhez. Maga a cím közvetlen anyagi előnnyel nem jár, de területen működő több mint 30 vállalkozás közelfele termelőberuházással foglalkozik, és az ő szempontjukból nem lényegtelen, hogyha a jövőben pályázni akarnak, akkor fel tudják mutatni azt, hogy egy ipari park területén dolgoznak. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki együttműködött ebben a több mint egy éves projektben, hiszen egy óriási előkészítő munka előzte meg, és hát nagyon örülök, hogy végül sikerrel zárult. Ugyanakkor nyilván az önkormányzatra is hárul feladat, hiszen a jövőben céltudatosan ezt a területet fejlesztjük, az infrastruktúrális beruházásokat bővíteni fogjuk, így utakat, járdákat építünk, közvilágítás bővítésére lehet számítani, aztán a víz- és csatornahálózatnak a bővítését is el fogjuk indítani. Egy tényleges mérföldköve tud lenni az, hogy Dombovánnak végre van ipari parkja, emelte ki Molnár István, az Agrárbéta Kft. Ügyvezetője. Hiszen 30 éve küzdök a hatóságokkal, küzdök a különböző építésügyi előírásokkal, egy beruházás megtervezésétől és a megvalósítási pontjáig tartó időszakok buktatóival, amit egy ipari parki környezet és az ahhoz fűződő, azt megtöltő törvényi háttér normalizálni tud, és talán tud abba segíteni, hogy a vállalkozó ne elmeneküljön valahonnan, hanem akarjon ott megépíteni, megvalósítani valamit. A terület infrastruktúrális bővítésére már beadott az önkormányzat egy 370 millió forintos Európai Uniós pályázatot, ám erről még nincs döntés, hangzott el a rendezvényen. A több mint 30 helyi vállalkozás a Tüskei Ipari Park cím átadása kapcsán egy-egy a területet légifotón ábrázoló képet kapott ajándékba. Mászlonyban elkészült az az új játszótér, amit a város önkormányzata egy sikeres topos pályázatának köszönhetően valósított meg az ott lakó gyerekek számára. Az átadásra szeptember 20-án került sor a település részen. A közigazgatásilag Dombovárhoz tartozó település rész, azaz Mászlony közösségi házának udvarán a helybeliek apraja nagyja gyűlt össze azért, hogy részese legyen a 2,5 millió forintba került beruházás átadásának. Mintegy 50-en hallgatták meg Szabó Loránd polgármester köszöntőjét szeptember 20-án. Úgy gondolom, hogy ez egy örömteli nap Mászlony település rész életében. Nem hiába a jelmondatunk az, hogy Dombovár 11 rész, egy egész, hiszen a mai játszótér átadóval bebizonyítottuk, hogy ez a település rész is, bár egy szegregátum, nagyon fontos számunkra. Egy sikeres topos pályázatunknak köszönhetően, folytatta a városvezető, ebben a városrészben folyamatosan zajlanak a beruházások. Elindult a biztonsági kamerarendszer kiépítése, nem sokára kivitelező hozzákezd több mellékutcában az út szilárd burkolattal történő ellátásának, megújul a rossz állapotban lévő közösségi ház, és két önkormányzati tulajdonú lakóépület is renoválásra kerül. Összességében Mászlonyra 100 millió forintot fogunk elkölteni,
ekkora volumenű beruházás szerintem az elmúlt 30-35 évben biztos, hogy nem volt Mászlonyban, hiszen az itt élőknek is joguk van a normális életkörülményekhez, és meg kell küzdeniük ugye a napi bejárással Dombovárra, és ezekkel a beruházásokkal viszont ők is azt érezhetik, hogy ugyanolyan fontosak, mint akik mondjuk a belvárosban élnek. A város polgármesterétől a felnőttek megkapták az ajándékul hozott tisztasági csomagokat. A gyerekek pedig átvették új labdáikat és homokozó készleteiket, majd boldogan vették birtokba a játszóteret. Az életesély növelő kézfogások konzorciumát alkotó Dombóvári Szívklub Egyesület, a Dombóvári Ózonasztma Egyesület és az Életet az Éveknek Közhasznú Alapítvány együtt az Egészségért címmel szervezett konferenciát a Tinódi Ház Pince Színházában szeptember 20-án. Az Együtt az Egészségért című konferencia három dombovári szervezet összefogásából és egy hadspályázatnak köszönhetően valósult meg. Hangzott el a megnyitón, ami a Művészetekkel a demenciában élőkért című kiállítással indult. A megnyitó, ami a kiállítás megnyitóját képezi, az az első, az meg egy országos mozgalomhoz történő csatlakozás keretében jött létre, és úgy, hogy csatlakoztunk mi is, hogy mindazokkal, hiszen az Alzheimer világnapja szeptember 21-e, és ebből az alkalomból akkor mi is úgy gondoltuk, hogy hiszen nagyon szép alkotások születtek az intézményekben, tevékenykednek az idősek, és ezzel is az állapotok fenntartását segítjük el, és a művészetek mindenképpen jó hatással vannak erre a betegségre. A szakmai konferencia tulajdonképpen egy programsorozat első állomása, és a három civil szervezet, a Dombovári Szívklub Egyesület, a Dombovári Ózonasztma Egyesület és az Életet az Éveknek Közhasznú Alapítvány a saját területéről hívott előadókat. Két előadót hívtunk, a Szabados Sándor professzor urat a Szívsebészeti Klinikára és a Tűzsér főorvos urat, mint endokrinológust, amely az endokrinológus és a szívgyógyászatnak a kapcsolatáról fog beszélni. Emellett szűrés is lesz a nap folyamán, valamint az Alzheimer-kóra kapcsolatos kiállítást is megtekinthetik a résztvevők. A további előadásokon többek között az Alzheimer-kór első jelétől egy diagnózisig hallhattak előadást, de dr. Bauer Margit második felszólalásán a hangulatélet zavarait is bemutatta a konferencián résztvevőknek. Dombóvár idén is csatlakozott az autómentes naphoz. A szokásosnak megfelelően a programok reggel 7 órakor a dombóvári oktatási intézmények elől indultak. Este pedig egy koncert után hirdették ki az idei legfittebben tekerő szervezetet. Az autómentes nap egy mozgalom, európai viszonylatban már több mint 20 éves múltra tekint vissza. A célja azonban ma is ugyanaz, mint a 90-es években, felhívni a figyelmet a fenntartható, alternatív közlekedési módokra az egészségünk és a környezetünk érdekében. A helyi általános iskoláknál rendőrök ellenőrizték a kerékpárok kötelező tartozékait. A kisdiákok, akik emberi erő által hajtott járgánnyal érkeztek a suliba, péksüteményt és tombola szelvényt kaptak. Az Európai Mobilitási Hét és azon belül is az Autómentes Nap 2019-es évi mottója Magyarországon a Sétálj velünk. Ehhez dukált a Földi István könyvtár dolgozóinak és a József Attila Általános Iskola Mákvirág dráma csoportjának a mesesétája, amire a helyi óvodákból érkeztek a gyerekek. Várkat a Péter, jó reggel! Már oda külön a nap felkel, szólt a kasunk, az a nagy tarajú, gyere ki a létre, kukuriku. Nézzétek csak, Sipke Rózsika még mindig mély álomban van. A kicsik szemmel láthatóan élvezték a friss levegőn elbeszélt meséket. A szervezők összesen 140 ovis arcára csaltak mosolyt. A Dombópál utcában a Dombóvári Rendőrkapitányság szervezett ügyességi feladatokat az apróságoknak. Oda járni
Nem csak a kicsik, a nagyok is nyerekbe pattantak szeptember 20-án. A Dombóvári Zöld Külő Egyesület az önkormányzattal közreműködve hívta fel a figyelmet egy nemzetközi mozgalomra, mely a kerékpárosok biztonságos előzésére hívja fel a figyelmet. Autómentes nap van, ja, és azt figyeltük, hogy hogy kerüled el a kerékpárost, mert ugye az a javaslat, hogy lakott területen belül 1 méter, lakott területen kívül pedig 1,5 métert kéne tartani a kerékpárostól. Igen. És de nagyon szépen betartottad ezt a iratlan szabályt, mert ugye még nincs már a kezdve, de el lesz, hogy fogadja ajándékba egy vitaminos kis italt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Városon belül 1 méter, lakott területen kívül 1,5 méter oldaltávolság megtartására kívánták felhívni az egyesületi tagok a figyelmet. A szervezők idén is keresték azt az intézményt, amely dolgozói szeptember 20-án az autómentes nap alkalmából gyalog vagy emberi erővel hajtott járművel érkeznek. Idén a Szent Orsolya iskola központ lett a legfittebb intézmény, így ők vehették át a guruló iskola címet és az első helyzetnek járó 50 ezer forintot. EFOP-os pályázati forrásból szerveztek vlogger találkozót szeptember 20-án délután a Tinódi házban. A Pince Színház zsúfolásig megtelt, a résztvevők a népszerű Füleki Pankával, az M5 műsorvezetőjével és Viszkok Fruzsival, a legnézettebb magyar női vloggerrel találkozhattak. Csapatokba verődve érkeztek a fiatalok a Tinódi ház Pince Színház termébe, ahol vlogger találkozót szerveztek szeptember 20-án pénteken. A kiskamaszokat Füleki Panka és Viszkok Fruzsi vonzotta a házba. Fruzsit fiatal nézőinknek bizonyára nem kell bemutatni. A vlogger még 2010-ben kezdett el érdeklődni a szépségipar után. Először blogot írt a témában, majd 3 évvel később elindította YouTube csatornáját, ami azóta is szárnyal. Manapság lifestyle, azaz életmód kategóriában készít videókat, de a smink, a divat és a szépségápolás továbbra is örökzöldnek számítanak nála. YouTube-on és Instagramon vagyok főleg jelen, ezeken a platformokon 380 ezer követőm van, és hát az elején abszolút szépségápolással indult mindkét csatornám, vagy mindkét platformom, azóta pedig hát igazából bármi, ami engem érdekel, ezért is lett a csatornám neve az én nevem, szóval utazástól kezdve könyvélményeken át igazából mindenféle témával foglalkozom. Videóit havonta közel 1,5 millióan nézik, és követői száma napról napra nő. A YouTuber jól tudja, ennek súlya van, ezért felelős teljes a tartalom megválasztásakor is. Kérdésünkre elárulta, melyek azok a megkeresések, amikre kapásból nemet mond, és azt is, hogy miért. Napi szinten kapok megkereséseket, amikre nemet szoktam mondani, mert sokszor teljesen tőlem távol álló dolgokkal keresnek meg, mondjuk az alkoholos italok, vagy az energiaital fogyasztás, és alapvetően így a csatornámon keresztül szeretnék egy viszonylag egészséges életmódot közvetíteni a nézőim felé. A dombovári kötődésű Füleki Panka pedig bevezette a közönséget a kulisszák mögé, hiszen a fiatal az M5 csatornáján futó Felsős című műsor egyik vezetője. Megmutatta, mi zajlik egy forgatáson. Miközben mi műsort vezetünk, hátulról 3 tévén keresztül nézik, hogy minden rendben van-e a stúdióban. A legnépszerűbb videó megosztó portálon Panka Emma néven enged betekintést mindennapjaiba. A műsorvezető vlogger megosztotta a közönséggel az álmait. Az egyik, amit mindenképpen szeretnék, hogy szeretnék egyszer egy olyan műsort vezetni, amit azért sokkal többen néznek, tehát mondjuk egy tehetségkutatót például, akkor a másik, ami nekem még egy fontos dolog a bakancslistámon, hogy szeretnék egyszer egy saját webshopot, ahol saját ruháim vannak. A szervezők egy-egy szelet pizzára is meghívták a közönséget. Az est következő fellépőjeként pedig a Zaporozsec zenekar lépett színpadra. Ha a szórólapok és a plakátok nem voltak elég egyértelműek a város főterén, a Tinódi ház előtt parkoló Zaporozsec típusú autóból ki lehetett következtetni, itt koncertezik a Zaporozsec zenekar. A szeptember 20-ai egésznapos program zárásaként a Tinódi ház aulájában lépett színpadra a népszerű zenekar. A banda 2004 óta létezik, az országos ismertséget az Azon az éjszakán című számuknak, illetve a Nagy színpad tehetségmutató műsornak köszönhetik. Zenei műfajuk, saját elmondásuk szerint, egyelőre nem meghatározható. Igyekeznek mindig új dolgokkal próbálkozni és tágítani a zenei univerzumukat. Szeretik a gitárzenét, dalaikra leginkább a brit zenekarok voltak hatással. A dombóvári közösségnek egy fantasztikus koncerttel készültek. Köszönöm szépen!
Szeptember 21-én roma napot szervezett a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Dombóvár város önkormányzatával karöltve. A szervezők egésznapos programokkal készültek, délelőtt főzőversennyel, délután pedig fellépőkkel. Így a színpadon énekelt Leila, a Kispere és a Váradi Olasz is. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi önkormányzat közreműködésével szeptember 21-én tartották meg a Dombóvári Roma Napot. A szervezők idén is kitettek magukért, hiszen egész napos programok várták a cigányokat. Már délelőtt nagy volt a sürgés forgás a Roma háznál, hiszen 11 órakor kezdődött a főzőverseny. Ligorovics Marianna, az új kezdett Roma Egyesület képviselőjelöltje elmondta, az alapanyagokat önkormányzatuk finanszírozta. Minden csapat három főből áll, mindenki kapott ugyanannyi alapanyagot, marhahúst, hagymát, zsírt, törött paprikát, és sűrített paradicsomot, zöld paprikát, roma hagyományok szerint osztottuk az alapanyagot, és mindenki saját maga döntheti el, hogy mivel tálalja. Köretként szerepelt az étlapon a földburgonya és a punya is. A Mester 3-as csapata például nokedlivel tálalta a pörköltet. A Mester 3-as a csapatunknak a neve, és marha pörkölt lesz galuskával, nokedlivel, és hát cigányosan, romásan főzzük. Jó, erősen, lecsossan, sok paprikával. Bő hagymával, sok hagymával. A zsűrinek az értékelésnél nem volt könnyű dolga, hiszen köztudott, hogy a hagyományosan elkészített, tartalmas cigány étkek párjukat ritkítják. A csapatok emléklapot, a dobogósok pedig serleget is kaptak, melyet Szabó Lóránt polgármester nyújtott át. A mai napot közösen szerveztük a Roma önkormányzattal. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép rendezvényen vagyunk, hiszen óriási a tömeg, nagyon tartalmas fellépőket sikerült a roma önkormányzati elnöknek, Ligorovicsnak idehozni ma Dombovárra. Az időjárás is tökéletes, és úgy látom, hogy az itt lévő tömeg nagyon szépen példázza az, hogy Dombovár egy nagyon békés, nyugodt város. Az itt élő magyarok, romák, németek egymás mellett békességben tudnak élni. Szabó Lóránd és Ligorovics Zsolt elnök közösen adták át az emléklapokat és az ösztöndíjakat azoknak a diákoknak, akik részt vettek a Dombovári Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatában. A szervezők olyan népszerű sztárfellépőket hívtak meg, hogy megtelt az Arany János tér. Jött a Roma Café, ők is egy nagyon híres roma származású zenekar, ők is sztárvendégek. A Váradi Olasz szolgáltatja most a háttérben a zenét, amit nagyon szépen köszönünk neki, de ezzel még nincs vége. Fog jönni még hozzánk a Kispere, és amikor a Kispere koncert véget ér, egy utcabállal zárnánk, akikre szintén nagyon büszkék vagyunk. Ők egy autentikus zenekar, a Kale Lulugyi. A Dombovári Roma Nap kulturális rendezvényéről bővebben Mozaik című magazinunkban láthatnak. A képviselő testület tavasszal úgy módosította a szociális rendeletét, hogy a rászorulók a korábbi éveknél az idén előbb kapják meg a tűzifa segélyüket. Ezért már szeptember közepén elkezdődött a tűzifa osztás. A Gem csarnoknál lévő lerakatnál vehették át az önkormányzat támogatásaként adott fűtőanyagot a rászorulók. Voltak olyanok, akik személygépkocsi csomagtartójába pakoltak, mások utánfutót vontatva érkeztek, de akadtak, akik teherautó platójára rakták a rönköket vagy fuvarost fogadtak. A képviselőtestületünk valamikor a tavasz folyamán döntött arról, hogy egy kicsit előre hozza a szociális tűzifaosztást. Több okból is, elsősorban amiatt, hogy minél előbb hozzájussanak a rászorulók a téli tüzelőhöz, másodszorban pedig azért, mert nagyon sok fakivágás történt a városban, vihar is sokat kidöntött, és nagyon sok fa összegyűlt. Hivatalunk szociális irodájának munkatársai nemrégiben 25 helybeli jogosultat értesítettek ki a tűzifa átvételének lehetőségéről. Ők ma szállíthatják el a nekik járó fűtőanyag mennyiséget, ez körülbelül összesen 40-41 köbméter, emelte ki az alpolgármester. A jövedelmi viszonyok és a családok létszáma határozza meg a mennyiséget, a több gyermekkel rendelkező jogosultak 2 köbméternyi fát vihettek haza, az egyedülállók pedig méltányossági alapon egyet.
Programajánlóval folytatjuk. Szeptember 27-én pénteken 14 órakor ismét zenés, táncos rendezvényt szerveznek a szépkorúaknak. A Jata téromon zenél az MR Duo. Szeptember 28-án szombaton tartják a nagy sportág választó rendezvényt az ifjúsági sporttelepen a Katona József utcában. Lesz amerikai foci, bosulabda és mászófal. A résztvevők találkozhatnak Bódi Szilvivel is. Október 1-én 17 órakor kerül sor Molnár Mónika, Mentsük meg a Tündérfalvát című könyvének bemutatójára Földi István könyvtárban. Szintén a könyvtárban október 2-án 10 órakor a Megírtam, Olvastad, Találkozzunk című programsorozat keretében Beck Andrea Titok Tündér találkozó lesz kicsiknek és nagyoknak. Október 2-án 17 órakor pedig Pál Sándor Attila Balladás könyv című kötetét mutatják be szintén a könyvtárban. A beszélgető társ Balaskó Ákos lesz. A Dombóvári Zöldkülő Egyesület negyedszer szervezett Balatonkerülő kerékpáros túrát tagjai és néhány vendége számára. A biciklisek szeptember 18-án pattantak nyerekbe. Szeptember 18-án korán keltek azok, akik részt akartak venni a Dombóvári Zöldkülő Egyesület évről évre ismétlődő programjában. A Balatonföldvári indulás előtt a kerekezők jól beöltöztek a reggeli hideg ellen, majd nekivágtak a 200 kilométeres távnak. A társaság az északról fújó erős szél ellenére jól haladt Balatonfenyvesig, ahol egyik tagjának járműve defektet kapott. Szerencsére a csapatban több gyakorlott szerelő is volt, akik hamar végeztek a belső gumicseréjével. Az utukat folytató biciklisek első pihenőjüket Keszthelyen tartották. A mólóhoz vezető sétánynál az addigi 3 órányi tekerést követően a sportemberek megreggeliztek, majd ismét nyerekbe pattantak. A magyar tenger északi partja mentén lévő kerékpárút rossz minősége miatt többször is arra kényszerültek, hogy a közúton tekerjenek. Szerencsére ezeken a részeken az ősz beköszönte miatt gyér volt a járműforgalom. A levegő hőmérséklete folyamatosan emelkedett, délre már elérte a kellemesnek mondható 20 Celsius fokot. A déli harangszót követő ebéd után új útelővel vágtak neki a Balatonfüledig tartó 35 kilométeres szakasznak. Ott 3 idősebb társuk várt rájuk, akik a közös fagyizást követően velük együtt tették meg a célig hátra lévő távot. Közben még megálltak a Balatonvilágosi panoráma kilátónál, ahol fényképezkedtek és megcsodálták Közép-Európa legnagyobb tavát a lemenő nap fényében. A 12 fős csoport este fáradtan, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva gördült be a Balatonföldvári célba. További híreinket a Dombó TV és a 7200 Facebook oldalán, valamint a www.dombomedia.hu weboldalon tekinthetik meg. Most pedig nézzük még egyszer röviden híradónk tartalmát. Az önkormányzati ciklus legnagyobb híre. Ipari park címet kapott városunk. Kezdetét vette a szociális tűzifaosztás. 25 családon segített az önkormányzat. Vlogger találkozó a Tinódi házban. Füleki Panka és Viszkok Fruzsi jár Dombóváron. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Ennyi fért híradónk mai adásába. Várjuk Önöket legközelebb is. A viszontlátásra! Thank you.